Bő egy héttel ezelőtt 6 érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a Budapest kupán. A 21 versenyző 3 arannyal, 2 ezüsttel és 1 bronzzal 36 egyesület között a legjobb vidéki klubként zárta a viadalt. A teljesítmény biztató volt a március 24 és 28-a között esedékes felnőtt bajnokság előtt, amelyet hétfőn bizonytalan időre elhalasztott a szövetség. Igen, nagyon negatívan érintett, hiszen nagyon jó felkészülési szezon tudhattunk magunknak, és azt mondom, hogy egész jó volt eddig a felkészülés, betegség és egyedek nem hátráltatták. A lányok kiváló formában voltak, hiszen az év elején úszott Nizzába, úszott nemzetközi eredménye bizonyította, és ezt csak fokoztuk eddig a pontig. A Magyar Úszó Szövetség kivárt ezzel a döntésével, ugye az utolsó pillanatig ők szerették volna, és a mai napig is így ez a hozzáállás, hogy szerették volna, meg van tartva, de hát itt nagyon sok akadály merül szó. Tartjuk napi kapcsolatot továbbra is természetesen, főleg akik a felnőtt bajnokságon indultak volna, ugye nekik ez egy válogató kvalifikációs versenynek volt hirdetve, de nagyon úgy néz ki, hogy az Európa bajnokság, ami májusban lenne, május 11-17-én, az is ugye ennek a sorsára jutott tiltás lesz. Próbáljuk ezt őket mentálisan támogatni és bízni abban, hogy ez a dolog hamar lezárul, és vissza tudunk állni a munkába olyan szinten, hogy a názi FIA Európa bajnokságra, Dóri esetében ugye neki még az a főverseny, az július elején van, hát bízunk benne, hogy oda már el tudunk menni. Mivel a létesítmények bezárása miatt a vizes edzés lehetőségek megszűntek, így csak szárazföldi munkát végezhetnek a nyíregyházi úszók. Amit lehetett, megtettünk, szárazföldi munkában gondolkodunk. Szinten tartó és keringésfokozó alapálló képességnövelő, vagy szinten tartó edzéseket tervezünk. Itt megkértem a kollégákat, dolgozzanak ki, és jelen pillanatban is ezen dolgozunk, hogy mindenki kapjon egy olyan edzéstervet, amit esetleg otthon elvégezhet, vagy lehetőségei az mérten, vagy ha esetleg ugye kimennek egyénileg, nagyon jó idő van, akkor egy futóprogramot, illetve erősítő programot végre tudunk hajtani. Én mindent megtettem, elhoztunk az erősítő termékből, illetve a sóstóról minden olyan mozdítható erőfejlesztő eszköz, gumikötelekre gondolok, TRX kötelekre, SMR hengerekre, amit a gyerekekhez eljuttattam, és megkértem őket, és megkérem őket, hogy napi rendszerességgel egy programot hajtsunk végre. A hónap végén egyébként az úszók szövetségi kapitánya véglegesíti azok névsorát, akik az egyes számokban az olimpia rajtjáig védettséget élveznek. Ők a tervek szerint elzárt központi edzőtáborban készülnek majd tovább.